Köszöntöm nézőinket! Önök a Williams Televízió július 21-i híradóját látják, Antal Beáta vagyok. Mai műsorunkban az év első hónapjaiban történt eseményekből láthatnak válogatást. Tábor élet. Ülön és Vasadon is gazdag programokat nyújtottak a táborok. Ülővezér napján. A kulturális központ, a városközpont és a sportér adott helyet a programoknak. Leáll a hivatal. Júliusban igazgatási szünetet tart az ülői és a gyáli polgármesteri hivatal is. Tátika óvoda fejlesztése. Jól halad a gyáli tátika tagóvoda fejlesztése. Diák munkán a hivatalban. A nyári diák munka programhoz Gyárváros önkormányzata is csatlakozott. Játszótér Némedi szőlő. A helyi édesanyák kezdeményezésére hamarosan játszótér épül saját forrásból. Maglódi jubileum. Maglód várossá válásának 10. évfordulója alkalmából rengeteg műsor várta a helyieket. Vasadi döntések. Vasadon nem áll le az élet, a képviselőtestület nyáron is döntéseket hozott. Ülön és Vasadon is gazdag programokat nyújtottak a táborok. Ülön a humán szolgáltató központ szervezésében rengeteg elfoglaltság közül választhattak a táborlakók. Így a többi között rendőrségi és tűzoltó bemutató, mozi látogatás, kreatív foglalkozás, zenei program, korongozás és kirándulás szórakoztatta a gyerekeket, de fagylaltozhattak és strandolhattak is. Az eddigi tapasztalatok nagyon jók a táborban, a gyerekek nagyon jól érzik magukat, folyamatos programokat igyekszünk nekik szervezni. Eddig túl vagyunk rendőrségi bemutatón, amikor kutyákat hoztak, kutyabemutatót tartottak nekünk a rendőrök, sólymász bemutató, ahol a sólymász hozott hollót, varjút, és az életükről, a befogásukról beszélt a sólymász, akkor Minipolisba vittük a gyermekeket külsős programra, múlt héten a gyermekeket moziba vittük, és folyamatos kreatív foglalkozásokat tartottunk nekik. Ezen a héten most jelen pillanat zajlik a zenei foglalkozás, holnap Fazekas érkezik hozzánk, akivel korongozni fogunk a gyermekekkel, szerdán a Gödöllői Kutya Kiképzőközpontba visszük a gyerekeket, csütörtökön egy csapatjátékot fognak a gyermekek részt venni, és jutalmul egy fagyizásra visszük el a gyerekeket, és pénteken egy záró programként a tűzoltókat hívtuk meg, itt az ülői önkéntes tűzoltók fognak nekünk egy bemutatót tartani, és a végén, mivel jó idő lesz, meglepetésként remélhetőleg egy fürdőzésben is részt tudunk venni. Ön családsegítőként segíti ezt a munkát, kik vesznek még részt, felnőttek a gyermekek foglalkoztatásában? A gyermekek foglalkoztatásában a humán szolgáltató részéről én, mint családsegítő, vannak külső segítőink még, és pluszban most van egy fiatal pár, akik Romániából érkeztek gyakornokként, segítik még a munkánkat egy pár hétig. Meddig tart a program, meddig tart a tábor? A tábor 7.-3-ától 7 héten keresztül szervezzük, napközben 8-tól 16 óráig. Leül a második hetét tölti a napközis táborban, és már most rengeteg élményt szerzett. Két hete vagyok itt, és nagyon jól érzem magam. Péter bácsival szoktunk hihetni, bár voltunk moziban is. Mi a kedvenc foglalkozásod? Most éppen átért a zenei program megy. Akkor kirándulni, játszás, minden. Hogy telik a nyarad? Jól, nagyon jól telik, mert sokat játszunk, kirándulni megyünk, és akkor szoktuk játszani. Barátaid vannak? Igen, sok. És mi az a foglalkozás, ami mondjuk legjobban, legközelebb áll hozzád, legyen az sport, vagy zene, vagy kirándulás? Hip-hopra jártam, voltam már kosarazni, voltam már birkon, meg énekelni. Mutatjuk, hogy minden érdekel téged. Igen. Focizni is voltam már. Nagyon jól érzi magát az 5. osztályba készülő Péter is. Szerdán is elmentünk moziba. Nagyon tetszik. És most pedig zenei foglalkozás van. Mennyire áll hozzád közel a zene? Hát, járok énekre. Úgyhogy én szeretem. Mit szeretnél legjobban itt tapasztalni a táborba? Sportolni, zenét hallgatni? Mi az, ami a kedvenced? Hát, hogy sokat foglalkoznak velünk, és nagyon sokat játszunk.
Vasadon a református táborban közös énekléssel is igyekeztek a gyerekeket közelebb vinni az Úr Jézushoz. A táborba 50 gyermek közös játékokkal, barkácsolással, csoportos beszélgetésekkel és sportversenyekkel töltötte el a szabadidőt. Minden évben megrendezésre kerül a napközis táborunk. Minden évben van egy sajátos témája, mivel idén 500 éve kezdődött a reformáció, így a reformáció témakörébe folynak a történetek, és a reformáció alapelveit vesszük végig velük napról napra. Hogyan fogadják a diákok, a gyermekek ezeket a foglalkozásokat, hisz már befejezett az iskola, itt a szabadság. Nagyon örülnek neki, mert ez nem egy iskolás foglalkozásról szól, egészen más. Reggel, amikor összejönnek, akkor van egy közös játékuk, ahol együtt játszanak az udvaron. Aztán van egy közös énektanulás, amit nagyon élveznek, ebből remélem egy kis ízelítőt is láthatunk mindjárt. Utána mindig van egy bibliai történet, ahol a reformáció egy-egy alapigasságához jutunk el, és annak a tanúságait vesszük sorra. Aztán újra van egy közös játékunk, van barkácsolás, ahol készítünk minden nap valami apróságot, amit a gyerekek hazavihetnek, és megmutatják a szüleiknek, és annak alapján akár el is mondhatják a történetet. Aztán az ebéd után pedig van egy kis csoportos beszélgetés, ahol elmélyítjük mindazt, amit egész nap tanultunk, átismételjük a történetet. Délután szabad játékok vannak, sorversenyek, kötélhúzás, foci bajnokság és sok minden egyéb. Aztán a napot egy záró gondolattal, egy kerettörténettel zárjuk le, és megpróbálunk egy-egy aranymondást a szívükre helyezni, hogy legyen valami üzenet is, amit elvisznek magukkal. A hittanos gyerekeink közül szinte majdnem mindegyik rendszeresen részt vesz ebben a táborba. A szülők viszont, a segítőink valóban szülőkből kerülnek ki. Nagyon sokan vannak, akik visszatérnek rendszeresen. Van olyan szülő, aki egész héten itt van, és vállalja azt, hogy elkészíti az uzsonnát, vagy a 10 órait, és egész héten képesek itt vállalni ezt a szolgálatot, hiszen ez is egy része annak a szolgálatnak, amit mi a gyerekek között akarunk végezni. Minden hasonló tábornak van egy üzenete. Mi az üzenete? Folyamatában az lenne a lényege, hogy a gyerekeket közelebb vigyük az Úr Jézushoz, és megismerjék, kicsoda az Úr Jézus, és kicsoda az az Isten, aki őket megalkotta, megformálta, és szereti őket. És így ezt próbáljuk, ezt az üzenetet évről évre átadni, és minden évben lebontjuk a tábornak egy-egy céljára, egy-egy feladatára. Aztán minden napnak van egy mottója, és ezeket is próbáljuk elmélyíteni bennük, hogy az egész életük ezek alapján tudjon formálódni. Vasadon nem csak református, de önkormányzati tábort is szerveztek a helyi gyermekeknek. A nyári elfoglaltságot a család segítő és gyermekjóléti szolgálat mellett az önkormányzat kezdeményezte. Idén szerencsésen megrendeztük, több mint 20-an jelentkeztek a táborra. Én úgy érzem, hogy színes programokkal tudunk szolgálni a gyerekeknek, nagyon élvezték a programokat, különösképpen államtitkár úr jóvoltából a parlamenti látogatásnak tudtunk megejteni. Túlnyomó részt a gyerekek még nem voltak a parlamentben. A tábort az általános iskola 1-től 8. osztályos diákjai számára szervezték. Elsősorban a hátrányos helyzetűek, de bárki jöhetett, és az önkormányzat támogatását élvezhette. Igyekeztünk igazán olyan témákat, olyan programokat szervezni, ami egyben szórakoztató, nem utolsó sorban viszont nevelő hatással van, és a kellemesség, a jó érzés, a komfortérzésnek a gondolata vezérelt bennünket. Hát így volt, hétfőtől péntekig tartott a tábor, naponta 8-9-ig volt a gyülekező, 9-től programok indultak, illetve 3-szor étkezés volt, és
és közte pedig a programok, minden napnak megvolt a maga témája. Az első nap hétfőn állatbarát nap volt, majd a látóhatár a természetvilága volt kedden, ami egy monori kirándulás keretében valósult meg, majd a törvény és vezetés címmel kirándulást szerveztünk Budapestre, amelyben voltak nevezetességek, illetve hajókirándulás, és nem utolsó sorban egy csodálatos szép téma, látogatás az Országházban. Parlamentünket csodáltuk meg. Nagy volt az érdeklődés, csodálkozás, hisz először körbejártuk, illetve a Duna hajózási utazása révén külsőleg megtekintettük, majd kívülről tekintettük meg a Kossuth téről, és egy 3 órai délután utáni program keretében pedig bementünk az Országházat belülről, megnéztük egészen a tanácskozás helyét, a törvényhozás helyét, teljes mértékben tapinthatóan élvezhették a gyerekek. Természetesen ez a tábor most egy kicsit kísérleti jellegű is volt, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk, nagyon sok élményt gyűjtöttünk, természetesen levonjuk a hibákról is azokat a tapasztalatokat és kiküszöbeléseket, amit a jövő évtől kezdve még intenzívebben, még kiteljesedtebben akarjuk megoldani. Minden esetre ezt a tábort is elsősorban a szervezőknek köszönhetjük, amelyben elsősorban az önkormányzat polgármester úrral az élen, és a többi polgármesteri hivatal dolgozóival, illetve a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat kistérségi vezetőjének, illetve munkatársainak, akik besegítettek fizikailag is, és nem utolsó sorban az anyagi támogatást az önkormányzat részéről kaptuk. Jövő heti híradónkban a gyáli és a gyömrői tábor élettel is megismerkedhetnek, kedves nézőink. Idén már 9. alkalommal rendezték meg az Üllői Vezérnapi rendezvénysorozatot. A Millenniumi Parkban, a Városközpontban és a Sportéren lebonyolított programok előzményeit, a hagyományápolás körülményeit a főszervező elevenítette fel kameránk előtt. Majd arról is beszélt, hogy ma már stabil látogatókör jellemzi az ünnepi eseményt. 2009-ben egy 15 fős baráti társaság megalakította a Magyarok Szövetsége Üllői Közösséget, és akkor úgy döntöttünk, hogy hagyományt kéne teremteni. Ugye maga a város névadója Üllő Árpád fia volt, és összekötöttük mi ezt a pazsonyi csatával való győzedelmes csatának a megemlékezésével, hisz a legendák szerint Üllő ott esett el a testvéreivel együtt. Ezt a hagyományt megteremtettük akkor 2009-ben, és akkor most már ez a 9. ilyen megemlékezés, amit mindig pénteken tartunk, és szombaton pedig itt egy egész napos hagyományőrző rendezvény van. Ez az első alkalom, hogy határon túlról is érkeztek fellépők? Igen, egyúttal szeretnék köszönetet mondani dr. Sándor Tamásnak, akinek a segítségével és a Nemzeti Összefogás Bizottság segítségével tudtuk őket idehozni, törökbecséről a Csalogató Tánc Együttest. Kosdon találkoztam egy törökbecsei úriemberrel, Link Lajossal, aki akkor egy falunapon ott tartott előadást törökbecséről és az Aracsi Puszta templomról, és addig-addig beszélgetünk, hogy meghívott magához, és most már 4. éve járunk vissza, és akkor felvetődött az idén, hogy tudná onnan idehozni egy néptánc csoportot, hogy délvidék is be tudjon mutatkozni. Hányan érkeztek? 17-en. Kik lépnek fel a mai napon? Itt voltak már Vecsésen, és már szerepeltek a Balla Péter népdal együttes és citerezenekar. Azon kívül most lementek a Cséfharasztia, estére jön még az egységzenekar, utána a Regélő Fehértáltos dobcsapat, akik már régóta ide járnak hozzánk. Szintén nagy kedvencünk a hangos banda, a Dudinszky Balázzsal, és este 8 órától pedig a Panonikum zenekar rockkoncertet tart. Hogy látja a fejlődést? A 9 év alatt mennyire nőtt a látogatók száma itt? Hát a látogatók, inkább azt mondanám, hogy stabil látogatók, gárda van, szép lassan azért növekszik a létszám, az a baj, hogy kevés ülői van. Hogyan tudják megújítani ezt a rendezvényt évről évre? Milyen újdonságok vannak az idén? Hát az idén mindenféleképpen a határon túli magyarok, a délvidékiek az újdonság. A előadásokat most például Herceg Ferencet hívtuk meg, aki új, akkor
székről érkezett egy hölgy széki népművészeti len meg kenderbőszött anyagokat, illetve vannak visszajárók, például itt a hátunk mögött ez a kis jurta, aki a gyerekek nagy kedvence. Meddig tart az ünnepség vagy a rendezvény? A rendezvény ma este úgy körülbelül éjfélig tart, holnap összepakolunk és a délvidékieket még beviszik a parlamentbe meg egy Szent Korona látogatásra. Most pedig nézzük, hogyan történtek az események időrendben. A kulturális központban a kiállítás megnyitó előtt megemlékezés keretében elevenítette fel Árpád fejedelem dinasztiájának történetét az Üllővezér Hagyományőrző Egyesület titkára. Konszerző Árpád apának nevezzük azt a nemes és vitéz férfiút, aki nekünk hazát adott. Igaz, nem ezt a mai szőkre szabdalt maradékországot, hanem az igazi Kárpát hazát, amelyet 87 évvel ezelőtt Trianonba elvettek tőlünk. Árpád vezér a 9. század derekatáján a híres Turun nemzetségben született. Édesapja álmos fejedelem volt, akit ügyek fejedelem felesége Emese csodás előjeletből kísérve 819-ben hozott a világra. Felmenői között szerepel a hunok nagy királya Attila is. Álmos és fia Árpád egy szent dinasztiát alapított, amely 28 uralkodót adott a magyar nemzetnek. A Kárpát-medence 1100 éve ezelőtt lakható területe megközelíthetően 220 ezer négyzetkilométer volt, és ezt az egész térséget őseink teljes egészében birtokukba vették, mégpedig jelentősebb csaták és súlyosabb ütközetek nélkül. Ennek egyik magyarázata a tári Undurus adata, amely szerint itt magyarul beszélő rokonokat találtak. Anonymus is megemlíti a székelyeket, akik Árpád elé mentek és csatlakoztak hozzá. Azt tény, hogy Árpád fejedelmről nagyon keveset tudunk, mintha az égfiaként kapott szakrálítása okán még a neve is szent és sérthetetlen lett volna. Ezt követően Gábor Szabó László szobrászművész honfoglalási életképek kiállítását méltatta az idős Pál Mihály hagyományőrző művészeti kör elnöke. Üllőn, itt és most bemutatásra kerülő tárgyatunkban nagy hangsúlyjal van jelen a művész koncepciója, amely a honfoglalás témakörében állítjuk szobrokat, szoborégyékeseket. Ezért határozta el a város önkormányzata, hogy a jeles napon Gábor Szabó László műveiből kiállítást tesz. A mester 1936. augusztus 16-án született. A fafaragást főiskolai előkészítőn tanulta, és gondolatait a fában, mint anyagban valósította meg. Ebben a műfajban azonban sajátos úton szeretett volna kiteljesedni. Más úton, amelyet a szobrászatról hasonlóan gondolkodó képviselnek. Tanulmányait egy teljesen ellentétes szakmában a Műszaki Egyetemen kezdte. Álmait azonban nem adta fel, s mert egész életében szerelmese volt a fának és a lovaknak, ezért a tárgyakra, illetve élő lényre való gondolatok határozták meg alkotásait. Tisztelt barátaim! Hihetetlen életerőt sugárzó szobrairól engedjenek meg néhány gondolatot. A Táncoló Fiatalok című kompozíció felhívja az emberek figyelmét az élet szépségeire, amire társadalmunknak nagy szüksége van. A honfoglalás témakörben a lópatkolók, az ökrös szekér, a mezei munkák, a széna begyűjtés ábrázolása, a termőföld és az azt megművelők szimbiózisát fejezik ki mesteri és művészi módon. Jezsó Ákos könyvének bemutatóját Laza István vezette be. Pozsonyi csata, Pozsony felvidék. És azt is tudjuk, hogy felvidékről 70 évvel ezelőtt kényszerű kitelepítés mondhatni a magyar lakosság elüldözése történt, amelynek a sebei lehet, hogy az idők távlatából enyhülnek, de az emléke mindig meg kell, hogy maradjon, és nem felejthetjük, annál is inkább nem. Ez is, mint ahogy a történelmi Magyarország számos eseménye át is átszövi a történelmünket, nem csak úgy ámbok a magyar történelmi, hanem Üllő történelmi is. Gondoljunk arra, hogy Üllő első polgármestere, Mancsal János, a Mancsal család az üldözöttek közé, a felvidékről elüldözöttek közé tartozott, a Gutai családdal, a híres pedagógus családdal egyetem. És gondolom, hogy csorolhatnék még másokat is. Tehát erről az időszakról
és erről az eseményről szól Jezsó Ákos Megyek túlna című könyve. A szerző Jezsó Ákos a kötet címválasztását magyarázta meg. A nagyszüleim azok valóban felvidéki kitelepítettek, nagyapám Érsekújváron született, nagymamám Pozsonyban, de Csallóközből lettek kitelepítve, és hát amikor őket ide kergették ide Magyarországra csehszlovák hatóságok, hát a rokonság többi része az természetesen ott maradt. De amikor később mehettek rokon látogatni, akkor sosem azt mondták, hogy megyek Csehszlovákiába. Nagyszülei halálukig nem ejtették ki a szájukon azt a szót, hogy Csehszlovákia. Megyek túlra, a Duna túloldalára, a határ túloldalára. Ez volt az ő szavajárásuk, és ezt a címet adtam ennek a könyvnek. De valójában ez a könyv reményeim szerint túlmutat, mert ahogy itt az ismertetőben is említették, az valóban ő egyfelől egy generáció életérzését próbálta megragadni, vagy próbáltam megragadni méghozzá nem innen Magyarországról, hanem onnan, túloldalról, azok, akik ott élnek, a határainkon túlélnek, hogy ők miként élték meg a kisebbségi sorsot, az elszakítás, miként élték meg mindazt, ami belül történt. Reményeim szerint ez a könyv még ezen kívül a három sarkalatos erényt is valahogyan megpróbálta megragadni a hitet, a reményt és a szeretetet. A reményt, hiszen 1938-ban kezdődik a történet, és 1949-ig megyek végig, abszolút hitelesen Magyarország történetén. 38 azon a napon kezdődik, amikor Hitler bevonul Ausztriába, az Anschlusszal. Hogy azt követően jön ugye a bécsi szerződés, amikor visszatér a felvidék. Ez az ott élő magyaroknak maga volt a remény, hogy 20 év megszállás után, 20 év idegen beszakítottságot követően újra magyarként Magyarországon élhetnek. Mint ahogy a reménytelenség is ugyanebből következik, hiszen a Benesi dekrétumok a háború, vesztes háború után pontosan minden joguktól megfosztotta az ottani magyarokat. A folyamatos újrakezdés, a kitelepítés követően itt Magyarországon újrakezdés. Egy olyan Magyarországon, ami Rákosi világa, amiről aztán ugye sok mindent lehet mondani, csak nem az, hogy reményteljes valami volt. Hogy tudták ők átélni? Hogy tudták az a generáció átélni mindezt? Szerintem hit nélkül nem ment. A hit a másik emberbe vetett hit, vagyis a férj a feleségbe, a feleség a férjbe vetett hit, hit az Istenbe, hit a hazába, és hát itt van a szeretet. Mindez. Igyekeztem megfogalmazni ebben a könyvben. Én olvastam, szerintem ez egy jó könyv. Önök is olvassák. Az ünnepség a városközpontban folytatódott, ahol Üllőváros névadójáról, a pozsonyi csata évfordulójáról emlékezett meg Csengődi Henrietta, aki arról is beszélt, hogy a köztudat teljesen elfeledkezett a kora középkor legnagyobb csatájáról, amit ma is a honvédelem alapjának tekintenek. Elhangzott, hogy az elsöprő erejű győztes csata 123 évre biztosította az emberek biztonságát. Itt Üllőn immáron 9. alkalommal emlékezünk meg egy olyan felmérhetetlenül fontos történelmi eseményről, amely döntő volt népünk, nemzetünk sorsában. Mégis méltatlanul kevés figyelmet kap. A köztudat szinte teljesen elfeledkezett róla egy olyan eseményről, amely napjainkig kiható hatással van a magyarságra. A pozsonyi csata néven ismerté vált eseményről többek között a korabeli sváb és walsburgi évkönyvek adnak számot, valamint Aventinus 400 évvel későbbi csata leírása. Árpád népe 895 és 907 között fokozatosan visszavette a Kárpát-medencét, mint Attila nagy király jogos örökségét. Az úr 907. évében 4. Lajos király, vagy más néven Gyermek Lajosként emlegetett király kiadta rendeletét, a magyarok kiirtassanak. Az ősi hon és a nemzet védelmében Árpád 40 000 harcosa ült félelmetes visszacsapó íjával lóra. A küzdelem a kora középkor legnagyobb csatája, amelyben a magyarság fölényes győzelmet aratott. Ez a diadal a honvédelmünk alapja. Alapja az elmúlt ezredév minden történésének. A Magyar Tőzszövetség hadereje olyan győzelmet aratott Gyermek Lajos serege felett, amellyel 123 évre, tehát nagyon-nagyon nagy szó,
biztosította, hogy a nyugati szomszédoknak ne legyen kedve a magyarság közelébe se jönni megtámadni. Nemzetállammá szerveződésünk lehetőségét, a Kárpát-medence azóta is tartó birtoklását az ősök nyomán ennek az elsöprő erejű csatának köszönhetjük. Vas Albert hagyaték című írásában a következő gondolatok fogalmazódnak meg, ami ide illik. Az ősi hagyaték megmarad, mert Istentől való, s ezáltal elpusztíthatatlan. Eljő az idő, s alig, hanem már itt van, amikor fiatal, erős izmú és tisztára mosott lelkű krónikások felkapják az elejtett szálat, s viszik tovább a beteljesülés felé, míg csak be nem teljesedik a krisztusi ígéret, és az igazság szabadokká tésze. Vajon mit is üzen nekünk Vas Albert szava? Valami olyasmit üzenhet, hogy kötelességünk az ősök tetteiről, így a pozsonyi csata hőseiről is való megemlékezés, hiszen amennyiben elfelejtenénk őket és tetteiket, ők hiába haltak volna meg utódaikért, értünk. A mai középiskolai tankönyvek 2-3 sorban említik csupán, nehézkes, bonyolult leírását nehéz értelmezni, és talán a legjobb tanulók is csak átugorják a sorokat. Ez méltatlan így, hiszen a tanárok sem igazán tartják méltó helyén fontosnak. A koszorúzás után Dévai Nagy Kamilla, legszeretettebb kormorán, ismerős arcok és délvidéki dalok előadásával koncertezett. El fog hangozni egy-két olyan dal is, aminek én magam írtam a szövegét és dallamát is. Ez azért mondom ilyen felcsillanó szemmel, mert ez ritkaság. Mindig inkább mások dalait szoktam énekelni. Itt most a Kormorán együttestől hangzik el majd egy-két dal. Elhangzik az ismerős arcoktól a Nélküled című dal is, és hát mivel a törökbecsei táncosok itt vannak, őket egy délvidéki dallal szeretném majd köszönteni. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Ez ilyesféle dalok lesznek majd. A díszvendégek a délvidéki törökbecsei csalogató néptánc egyesület tagjai voltak a legnépszerűbb vendégek. A második napon léptek fel a Csévharaszti Néptánc Együttes és a Vasadi Hagyományőrző Citera Zenekar tagjai is, de íjász, harci és baranta bemutató, kirakodóvásár, gyermekjátszóház és táncház is a kilátogatók szórakozását szolgálta. A szervezők mindenkit megvendégeltek egy finom ebéddel. Kerti hulladék égetésének szabályaival foglalkozó önkormányzati rendeletet június 1-ével módosították. A szabályzat részleteiről és az esetleges szankciókról a hatósági iroda vezetőjét kérdeztük. Köztudomású dolog, hogy az avar és a kerti hulladék égetése is rendkívül légszennyező. Van egy civil szervezet, a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, amely kutatási projekt keretében megvizsgálta 200 önkormányzat szabályozását e tekintetben, és javaslatot tett Üllőváros önkormányzatának arra, hogy vizsgálja felül a rendeletét, amelyben szabályozza az kerti hulladék és avar égetését. Ezt az önkormányzat meg is tette, és ez év áprilisi ülésén tekintettel a lakosság életének és egészségének fokozott védelmére felülvizsgálta a rendeletét. Hosszas vita és hosszas érvelés, ellenérvelés után módosította is a kerti avarégetés szabályait, ami azt jelenti, hogy szűkebb keretek között lehet ezt tenni. A továbbiakban június 1-től már hatályos rendelettel úgy szabályozta, hogy minden hónap utolsó szerdáján lehet
ilyen tevékenységet végezni, tehát havi egy alkalommal minden utolsó szerdán. Órában az be van határolva? Vagy pedig szerdán egész nap? Be van határolva, 9 órától 18 óráig lehet égetni, tehát csak a nappali időszakban, mert éjszaka még veszélyesebb a légköri viszonyok miatt, és tulajdonképpen ez egy kis lépés a elérendő végső cél felé, ami az, hogy teljesen szűnjön meg ez a lehetőség és a komposztálást, illetve a zöld hulladék korlátlan ingyenes szállítását vegyék igénybe inkább a lakosaink. Amennyiben elrendeli a hatóság, hogy országosan tűzgyújtási tilalom van, akkor ezt a helyi rendeletet ez felülírja? Így van, tehát az országos korlátozás az külterületre, belterületre egyaránt vonatkozik, így ha ebbe az időszakba esik ez a bizonyos szerda, akkor sajnos nem lehet tüzet gyújtani a kertekben sem. Vannak kivételek, ilyen lehet az egyik, ha jól tudom, a grillezés. Így van, a kerti bográcsozás, grillezés az nem tartozik e rendelet hatája alá. Azt jelenti, hogy ez nincs korlátozva, tehát bármikor lehet ilyen tevékenységet végezni. Gondolom jellemzően ilyenkor szárazfával és megfelelő körülmények között végzik ezt a tevékenységet, és a tűzvédelmi előírásokról azonban ilyenkor is gondoskodni kell, tehát víznek kell a közelben lenni, mindig felügyelni kell a tüzet, nem szabad ott hagyni felügyelet nélkül, tehát ami általános szabály, azt mindig be kell tartani. Korábban már beszámoltunk róla, hogy július utolsó hetében igazgatási szünetet tart az Üllői Polgármesteri Hivatal. A július 24-től 28-áig tartó igazgatási szünet részleteiről a jegyző adott tájékoztatást. A nyári időszakban egy hétig tart a hivatal zárva, július 24-től 31-ig. A nyár többi napjain változatlan ügyfélfogadással várjuk az ügyfeleket. Halaszthatatlan ügyekbe gondolok itt anyakönyvi születés, halálozás esetén, kihez lehet fordulni ebben az időszakban? Mint általában a településen lakók ezt tudják, a hivatalban 24 órás portaszolgálat működik, ezekben az esetekben ott lehet jelezni ezeket az aktuális problémákat, és a kollégák intézkedni fognak. A Temesvári és a Bartók Béla utca sarkán lévő tátikat tagóvoda fejlesztése jó ütemben halad. A 35 millió forintos beruházás teljes mértékben önkormányzati forrásból valósul meg. A helyszínen megtudtuk, hogy a gyáli gyermekintézmények modernizációja a jövőben is tovább folytatódik. Úgy döntött a képviselőtestület a tavaly évben, hogy ebben az évben a régi rész, ugye kívülről újult meg, a homlokzat, a nyillászárok, a hősziget és a tető, és most belülről teljesen felújítjuk az óvodát. Jó ütembe halad az építkezés, burkolnak, már a festés előkészítések vannak, vizes blokkok is úgy, ahogy készen vannak a vezetékek. Én azt gondolom, hogy augusztus végére, közepére, mire a gyerekeknek szükségük lesz az óvodára, addig ezt birtokba fogják tudni venni, mert el fog készülni a felújítás. Milyen forrásból valósul meg a beruházás? Az a beruházás 100%-ban önkormányzati forrásból valósul meg, ez közel 36 millió forintos beruházás. Azt mondta polgármester úr, hogy akár a nyár végére, szeptemberre birtokba vehetik az óvodások, ebben van valami befolyásoló tényező, vagy pedig minden feltétel adott ehhez? Minden feltétel adott ehhez, a vállalkozót szorítjuk, hogyha lehetséges, akkor augusztus közepéig készüljön el a beruházással, jelentse készre, hiszen apró hibák mindig vannak, hogy ki tudja javítani, illetve az óvodában dolgozó pedagógusok birtokba tudják venni, a szobákat kifestik, a folyosókat festik, különböző ábrákat, motivumokat, de szeretném azt is elmondani, hogy nem csak az épület újul meg teljesen, hanem a belső berendezés is teljesen új lesz. Így a két csoport közötti, vagy két rész közötti különbség csak annyi lesz, hogy az egyik tavaly épült, a másik pedig korábban, de ugyanolyan színvonalú lesz, és a két részbe járó gyerekek között nem lesz különbség. Folytatódhat a gyáli gyermekintézmények rendbetétele a következő időszakban is? Mindenféleképpen, hiszen a Tátika óvodának a pályáztatása most folyik, azt teljesen le fogjuk bontani, és a helyére egy teljesen új épületet fogunk építeni. Az is az udvar megújul, az épület új lesz, és a berendezés is 100%-ában új lesz. Sikerült a gyerekeket elhelyezni úgy, hogy kisebb, hát hogy is mondjam, sérülések nélkül,
Tehát egy csoportot átviszünk teljesen egészében a Lilium óvodába, amelyik majd jövőre visszajön, és ebben az óvodában, amit itt felújítottunk, itt lesz majd az összes maradék gyermek. Mindenütt a tornateremben is lesznek, különböző kisebb helységekben is, úgyhogy nagyon nem lesznek szétszedve a gyerekek. Ez a 30-32 gyermek lesz csak a Lilium óvodában. A Nemzetgazdasági Minisztérium, a fővárosi, megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási kerületi hivatalok munkaügyi kirendeltségei idén is meghirdették a nyári diák munkaprogramot, melyhez Gyáváros önkormányzata is csatlakozott. A program célja az volt, hogy a diákok munkatapasztalathoz juthassanak, emellett az sem volt mellékes, hogy egy hónap alatt bruttó 95 ezer forintot kerestek. Évek óta folyik ez a program, államilag támogatott programról van szó. A Nemzetgazdasági Minisztérium a kormányhivatalok munkaügyi kirendeltségein keresztül biztosítja ezt a pályázati lehetőséget. Az idei évben összesen 10 fő diákmunkásnak a foglalkoztatására pályáztunk. Közülük 6-an dolgoznak júliusban, 4-en pedig augusztusban a hivatalban. Milyen munkákat lehet a diákságra bízni, ugye 16 év felettiekről van szó, és hány órában foglalkoztatják őket? Napi 6 órában dolgozhatnak, és 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákokról van szó. Elsősorban adminisztratív feladatokban segítenek minket, de például a városi ünnepségek előkészítésében, szervezésében is jelentős segítséget tudnak nyújtani. A hosszú évek tapasztalata alapján el lehet mondani, hogy bevált ez a foglalkoztatás? Így van, én azt gondolom, hogy mindkét fél számára előnyös ez, hiszen a fiatalok egyfajta szint hoznak a hivatal életébe, mindenféleképpen friss tudással rendelkeznek, ambíciójuk van, hiszen dolgozni szeretnének és pénzt is keresnek ezzel. Nekünk pedig nagy segítséget nyújtanak ezekben a feladatoknak az ellátásában, amiket említettem. Folytatódhat ez a program a következő esztendőkben is? Én azt gondolom, hogy igen, amennyiben a kormány biztosítja ennek a fedezetét, akkor mindenféleképpen jövőre is fogunk pályázni. Ezeket az aktákat irattári jel szerint legyetek szívesek szétválogatni. Határidő vagy irattári jel. Jó? Legyetek kedvesek. Jó, rendben. Köszönöm. Szívesen. Feladatot kaptak a diáklányok, és igyekeznek azt a legjobb tudásuk szerint el is végezni. Alexandra szerencsés, hiszen, mint mondja, a helyi szakképző iskolában elméletben is tanulhatta már a most rábízott tevékenységet. Szerettem volna egy kis pénzt gyűjteni a nyáron, hogy majd augusztusban el tudjak menni egy kis strandra, bárhova igazából, mert hogy ez ugye egy hónapot vesz igénybe csak, mert nem tudtunk két hónapra jönni, mert túl sok jelentkező volt. Ez a mostani munka összefüggésben van a tanulmányaiddal? Igen, mert én pénzügyi és számviteli ügyintézőt tanulok most, itt a Gyáli 5-ösben, és akkor ez így pont jól jött. Hogyan folytatódik a nyár? Hát pihenéssel, meg sok stranddal. Nicole is kellemes benyomásokat szerzett a Gyáli Városházán, mint mondta, mindenki nagyon kedvesen fogadta, és örül neki, hogy itt dolgozhat. Volt osztálytársnőm, volt itt dolgozott, és ő mondta nekem, hogy idén is van rá lehetőség a jelentkezésre, és azért vagyok most itt. És milyenek az első benyomások, milyen munkát kell végezni, illetve hogy fogadtak benneteket? Nagyon kedvesek és aranyosak voltak, illetve postázás, bélyegzés, ügyiratoknak a elhelyezése, hasonló feladatok. Te mit tanulsz? Összefüggésben van a mostani munkáddal? Nem, egyáltalán nem. Gimnáziumban vagyok, Ócsára járok, és hát a nyelvekre szeretnék ráfókuszálni. Itt igazából csak a jogosítványomra szeretnék pénzt gyűjteni. Lesz még idő nyaralásra? Igen, majd augusztus utolsó hetében. A következő diákcsapat augusztusban érkezik, akkor 4 fő foglalkoztatását biztosítják a Városházán. A helyi édesanyák kezdeményezésére Némedi szőlőn az önkormányzat saját forrásból játszóteret épít. A közösségi ház udvarán megvalósuló beruházás után a közeljövőben akár egy közösségi tér is kialakulhat a település része.
az itt lévő édesanyák kérték, hogy egy játszóteret építsünk. Én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk tenni. Elindult a szervezés ennek a játszótérnek, és azt gondolom, hogy a környezetet is egy kicsit varázslatosabbá tesszük, szebbé, kerítést megigazítjuk, fákat, bokrokat fogunk ültetni, és egy modern új kis játszóteret fog kapni ez a terület. Van két problémánk, három is talán, mert van itt két olyan akna, ilyen víz, vagy nem is tudom milyen akna, amit majd át kell építsük, amit nem gondoltunk, hogy itt van, de ezt el fogjuk innen tenni, hogy balesetveszély elmúljon. Ebben az évben ez meg fog valósulni teljes mértékben önkormányzati beruházással. Mennyi gyermeket érinthet ez a beruházás, illetve mennyien érezhetik ezután majd jobban magukat? Hát 18-20 gyermek él itt kint a településen, akiket behordunk iskolába, plusz az ettől kisebbek, tehát egy ilyen 20-25 gyermeket mindenféleképpen érinthet. Jó, hát nem a 18-20 éveseknek, vagy a 16 éveseknek építjük ezt a játszóteret, hanem az ettől fiatalabbaknak. Azt gondolom, hogy azért ez egy közösségi tér is lehet, hiszen itt találkozhatnak az anyukák, találkozhatnak a felnőttek, ide eljöhetnek, beszélgethetnek, és talán jobban össze is kovácsolja őket ezen a területen, hiszen kiesnek a településről, gyártól, és ez a távolság nem tudja úgy összekovácsolni gyáliakkal őket, ők inkább magukkal tudnának szervezni, szerveződni, és itt azért közös programokat is lehetne ebben a kertben tartani. Hát itt is szükség van az összefogásra, hogy az elmúlt években, 10-20 évben azért itt is kicserélődött a lakosság, illetve sokan jöttek ide, és hát jó lenne, ha megismerhetnék egymást. Közösségi házat is érinti ez a beruházás? Ez jelen pillanatban nem érinti, de talán jövőre egy kisebb fajta felújítás végre fogunk rajta hajtani. Mikor játszhatnak itt először a gyermekek? Hát én azt gondolom, hogy szeptember-október körülre készül ez el, hiszen mondtam, hogy van itt egy-két dolog, amit át kell helyezni, meg kell csinálni. Én úgy tudom, hogy a játszókák már meg lettek rendelve, kivitelezőt keresünk erre, és ez meg fog oldódni, de lehet, hogy saját beruházásba fogjuk ezt megoldani a KHT-vel. Július 24-től augusztus 4-ig 10 napon keresztül nem fogad ügyfeleket a gyáli polgármesteri hivatal. Halaszthatatlan állampolgári ügyek, születés, illetve halálozás esetén a hivatalban 24 órán keresztül működő portaszolgálat nyújt segítséget. A Városi Önkormányzat képviselőtestülete 1/2017-es január 30-i rendeletében döntött a nyári igazgatási szünet időpontjáról, mely 2017. július 20-tól augusztus 2-ig tart 10 munkanap. Mi történik akkor, ha halaszthatatlan anyakönyvi ügye van az állampolgárnak, gondolok ki születése, illetve a halálozásra, mi a teendő? A portaszolgálatunk ügyeleti rendszerint 0-24 órás időtartam tart ügyeleti ügyfélfogadás. Ezen időpontban lehet ugye jelezni, hogyha bármi nemű, tehát halálozásra, születéssel kapcsolatos ügyintézésre van szüksége a gyáli állampolgároknak. Június 25-én véget ért a Maglód várossá válásának 10. évfordulója alkalmából rendezett 10 napos programsorozat. Előző heti híradóinkban az első 3 nap történéseit foglaltuk össze, a következő percekben a 800 éves település által rendezett ünnepség hétközi programjairól, így a pénteki rockprogramról, de a szombat és a vasárnapi rendezvényekről is beszámolunk. Rengeteg vásárosunk volt, vattacukros játékok, a gyerekeknek kézműves foglalkozások folyamatosan, és szerencsére jó időnk volt, tehát a színpadon is mentek a műsorok és a zene. Zumba bemutatóval szórakoztatta és táncoltatta meg a közönséget Viki, Berkes Gabriella, Kutik Rezső filmslágerekkel örvendeztette meg a közönséget, Etka jogázhattak az érdeklődők, a Nők klubja egy egyórás kabaré és táncos műsort adott elő a színpadon. A nyugdíjas klub amellett, hogy fellépett, egész héten palacsintát sütött az itt megjelenteknek, Mirabel modern táncot tanulhattak a gyerekek és felnőttek egyáltalán, és hát természetesen egész héten egy ilyen zenés, kellemes este volt itt. Pénteki nap az a rockról szólt, ez a rock napja volt, egész délután a Nagy Hit Fesztivál helyszínén, a Liszt Ferenc utca végében, a szabadtéri színpadon rockkoncertek zajlottak, még egy kör zenekar volt, az előzenekar a Hooligan Abaházi Csabával, Riz Leventével, valószínűleg ez az ő nevük sokat mond a közönségnek, és hát a Hooligans egy fergeteges nagy koncerttel szórakoztatta a közönséget, rengetegen, több százan gyűltek össze. A szombati napunk az a Mesterségek udvara nevet viseli, kézművesek, helyi lakosok nemezelnek, kenyeret sütnek, kürtös kalácsot készítenek, gyerekfoglalkozásokat, kosárfonást tartanak, színpadon folyamatosan műsorok lesznek,
kólyalábasok, koncertek, kisebb előadások, úgyhogy a mai nap is egy nagyon színes, eseményteli nap lesz. És este mit láthatunk? Este a Szent Iványi tűzugrás az, ami már hagyományosan minden évben ezen a napon megtörténik, és itt a hátsó udvarban lesz a Kacamajka Néptánc Együttes vezényletével. Az időjárás is kedvezett önöknek, és hátra van még egy nap, a szervezés is kiváló volt egyébként. Az utolsó napra miket tartogatnak? Hát az utolsó nap egy kicsit csendesebben és mégis hangosabban fog telni. Délelőtt az evangélikus templomban a Magdala kórus fog egy ünnepi istentisztelet keretében műsort adni. Délután 17:30-kor a Maglódi lakodalmas első bemutatója előtt a városi fúvós zenekar lesz, aki hívogatja a közönséget ide a Magházba. A Maglódi lakodalmasról mit lehet tudni? Évek óta készülünk arra, hogy ez megvalósuljon, és a Kacamajka Néptánc Együttesünk a helyi civil szervezeteink összefogásával rengeteg, gyakorlatilag a város apraja nagyja részt vesz ebben, megvalósították és színpadra vitték a régi hagyományainkat. És most nézzük a programokat részletesen is. Pénteken a Még egy kör együttes műsorát követően a Hooligans koncertje aratott hatalmas közönségsikert. Az élet az nagy csodás dolog, és én hozzá hivatalok, ezért vagyok örül, kicsit örül. Szombaton a Mesterségek udvara vonzotta a látogatókat, napközben zenés, táncos műsorok, kézműves vásárosok bemutatója, nemezelők, hímzők és goblen készítők hívogatták a maglódiakat, az esti Szent Iván éjjel tűzugrás pedig igazán sokak figyelmét lekötötte. Thank you.
Vasárnap az evangélikus templomban a Magdala kórus közreműködésével celebrálták az istentiszteletet, majd a Szent István téren a városi fúvószenekar adott térzenét. Este a Magházban egy fantasztikus produkció, a Maglódi Lakodalmas zárta a programot. Sikerül lakodalmas után a város polgármestere köszönte meg minden közreműködőnek a várossávárás 10. évfordulója alkalmával rendezett ünnepség sorozaton történt aktív részvételt. És hát valahol a köszönetet ott kell kezdjem, hogy valamikor az 50-es évek első éveiben Magódra érkezett egy hölgy, egy fiatal lány, aki felgyűjtötte a magódi hagyományokat, Hajas Ilonának hívták. Valamikor ez a gyűjtés abban az időben keletkezett, amikor Lárvai Miklós a szomszédunkhoz eltalált, és hát a mai napra kellett arra döbbenjek, hogy nem kell nekünk budapesti koreográfus, vannak itt nekünk helyben is nagyon nagy értékei. Kérek egy nagy tapsot! Felkutatta azt a gyűjtést, amit valamikor az 50-es években Hajas Ilona elnézett itt Magódon, és Tájéki Zitával közösen kiadták egy kis könyvesek formájában, bárki számára megtalálható. Úgy gondolom, hogy a magódi hagyományok jó kezekben vannak, ahogy látok itt a fiatalokat és az idősebbeket együtt ezen a színpadon. Nagyon nagy köszönet érte még egyszer valamennyiüknek. Valamikor pontosan, talán napra pontosan is 10 évvel ezelőtt már volt itt egy magódi lakodalmas előadás, de úgy gondolom, hogy ez a mai produkció azt a 10 évvel ezelőtti tűbe lette. Nem csak azért, mert ez viselnek élmény, hanem monumentálisabb is volt, mint a korábbi. De mindenféleképpen köszönöm az akkori színpadra lévőknek, Galambos Gyurinak, aki vőlegény volt, és Galusza Rosinak, aki akkor a mennyasszony volt. Szeretnék gratulálni még egyszer a teljes tárnak, táncosoknak, zenekarnak, énekeseknek, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép este volt, méltó befejezés ennek a 10 napos ünnepség sorozatnak, amelyel várossáváláson 11 évfordulóját ünnepeltük. Mondhatom azt, hogy a koncertek közönsége is hasonló számú volt, tehát nem kell nekünk az állami népjegyüttes, mikor magukban vannak ilyen táncosok. Gratulálok még egyszer, Szentesi Magyarán! Vasadon nyáron sem áll le az élet. A legutóbbi testületülésen hozott döntésekről a polgármestertől értesültünk.
egy rendelet módosítása került sor, melyben a házasságkötés szabályra szóló rendeletünket módosítottuk, ezt harmonizáltuk a központi rendelethez. Több napi rendi pontban az intézmények számoltak benne, úgy mint a napközi otthonos óvoda, a bölcsöde konyhája, illetve idén szintén számot adtak a településünk KFT-i, tehát az önkormányzat működésében álló két KFT, a település üzemeltetési KFT, valamint a Portéka KFT, valamint döntött a testület a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról, többek között erről volt szó. Ez mit jelent? A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton belül a művelődési ház korszerűsítésére, illetve bútorok vásárlására, a vizesblokk felújítására és egy külső homlokzat festésre kerülne sor. Ha itt a nyár, itt a szünet, bár az intézményeknél ebben az időben tartják a felújításkötet itt Vasadon is, melyik intézményben és meddig fog tartani a felújítás itt Vasadon? A napközi otthonos óvodában elkezdtünk bele egy nagyobb felújításba, ez azt akarja, hogy egy tisztasági festésen fog átesni az épület, illetve a parkettacsiszolás, burkolatcseréket a vizes blokkban, valamint egy mosókonyhát szeretnénk kialakítani, illetve a villamosrendszert felújítani, hiszen ez egy közel 40 éve épült épület, tehát korszerűsíteni kell az ilyen jellegű dolgokat benne. Ezt részben az önkormányzat saját erőből, illetve szülői felajánlással, társadalmi munkából szeretnénk elvégezni. Szinte le fogja az egész nyári szünetet fedni ez a munkafolyamat. Mekkora összegbe kerül ez a felújítás? Felújítás az előzetes kalkulációnk szerint, mivel tényleg nagyon sok segítséget kapunk, még alapanyagokat is kaptunk a szülőktől, ez ilyen 2 millió környékén fog megállni. Ameddig a felújítások mennek, addig a gyerekek hol vannak elhelyezve? Részben ugye közel egy hónapig szüneten lesz az óvoda, részben most pedig az elmúlt 2 hétben egy csoport szobában voltak elhelyezve a gyerekek, tehát annyi gyermek járt most az intézményben, hogy ezt tökéletesen meg tudtuk oldani. Most megismételjük főbb híreinket egy-egy mondatban. Tábor élet. Ülön és Vasadon is gazdag programokat nyújtottak a táborok. Ülővezér napján. A kulturális központ, a városközpont és a sportér adott helyet a programoknak. Leáll a hivatal. Júliusban igazgatási szünetet tart az ülői és a gyáli polgármesteri hivatal is. Tátika óvoda fejlesztése. Jól halad a gyáli tátika tagóvoda fejlesztése. Diák munkán a hivatalban. A nyári diák munka programhoz Gyárváros önkormányzata is csatlakozott. Játszótér némedi szőlő. A helyi édesanyák kezdeményezésére hamarosan játszótér épül saját forrásból. Maglódi jubileum. Maglód várossá válásának 10. évfordulója alkalmából rengeteg műsor várta a helyieket. Vasadi döntések. Vasadon nem áll le az élet, a képviselőtestület nyáron is döntéseket hozott. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Williams Televízió július 21-i adását látták. Friss hírekkel legközelebb július 28-án, pénteken 19 órakor jelentkezünk. Híradónkat minden nap éjfélkor, 8 órakor, 11 órakor és 19 órakor láthatják itt a Williams Televízióban. Tartsanak továbbra is velünk, jó tévézést, kellemes időtöltést, viszontlátásra!